estét kívánok! Közel harmadával csökkent az utolsó percben lefoglalt görögországi utazások száma idén nyáron. Az ilyen utak általában az összes foglalás egyötödét teszik ki, vagyis az utazások többségét már korábban lefoglalták. Sokan mégis attól tartanak, hogy az ország bizonytalan pénzügyi helyzete rossz hatással lesz az idegenforgalomra. Turisták sétálnak Santorini egyik városának utcáin. A Görög-sziget népszerű üdülőhely a külföldiek körében, akik közül sokan felkészültek a valuta korlátozásra. Elég készpénzt hoztunk arra az esetre, ha nem tudnánk használni a hitelkártyánkat. Eddig használni tudtuk, mondta egy hongkongi turista. A vendégek számából ítélve itt még nem érezni annyira a válság hatásait. Sok helyi vállalkozónak ugyanakkor már komoly problémái adódtak. Mi helyi beszállítókkal dolgozunk, akik viszont fővárosiakkal. A nagyobb cégek csak készpénzt fogadnak el, mondta egy étterem vezetője. Vannak, akik szerint az sem lenne tragédia, ha Görögország elhagyná az eurózónát és saját nemzeti valutát vezetne be. Kétlem, hogy hosszabb távon is gondjaink lesznek. A gyengébb valuta lendíthet a turizmuson, mert olcsóbbak leszünk, mondta egy másik vendéglős. Vannak, akik kevésbé bizakodóak. Sokan aggódnak, hogy a turisták lemondják a foglalásokat. Ez biztonságos üdülőhely, még ha nehézségeink is vannak, mondta egy ajándékbolti eladó. A nagyobb légitársaságok már nem adnak el repülőjegyeket utazási irodák közvetítésével. Ez elfogadhatatlan, olyan, mintha ellopnák a nyereséget egy nehéz helyzetben lévő ágazattól, mondta az Utazási Irodák Szövetségének egy bizottsági tagja. A légitársaságok attól tartanak, hogy a valuta korlátozások miatt nem fogják kifizetni őket. Nagyon gyakran utazunk repülővel, ezért nem tartjuk logikusnak a döntést. Rossz hatással lesz a turizmusra és a vendéglátásra, mondta egy utas. A foglalások száma a németek körében csökkent, a britek és a spanyolok körében nőtt. Sok európai Tunéziába akart menni, de a terrorveszély miatt inkább Görögország mellett döntött. Két mentálisan sérült izraeli állampolgárt tarthat fogva a Hamasz. Az egyik egy 29 éves etióp származású férfi, aki tavaly szeptemberben önként ment a gázai övezetbe, akár csak egy izraeli arab, akit a palesztin terrorszervezet április óta tarthat fogságban. Az izraeli hatóságok most oldották fel az eltűnésükkel kapcsolatos hírzárlatot. Már csak nem egy éve nem tud fia hollétéről és állapotáról ez az izraeli férfi. Askelon városában él, ahonnan fia tavaly szeptemberben átment a Hamasz ellenőrzése alatt álló gázai övezetbe. A határőrök állítólag többször felszólították, hogy forduljon vissza, de nem reagált. A mentálisan sérült Avraham Mengistu a terrorszervezet fogságába került. A palesztinok azt állítják, szabadon engedték a férfit, aki egy csempész alagútban távozott Egyiptom irányába. Az izraeliek ezt kétségbe vonják és próbálnak információt szerezni róla. Az örökkévaló a mennyből figyel ránk, és remélem segít nekem, hogy hazahozhassam a fiamat, mondta a fiú édesapja. A Hamasz április óta fogságban tartott egy izraeli beduint is, aki állítólag már többször járt a gázai övezetben. Ő egy szomszédos kibucnál lépte át a határt, és a hadsereg szerint szintén mentális gondokkal küzd. A palesztin terrorszervezet többször utalt arra, hogy a tavalyi erős sziklahadművelet óta nem csak két izraeli katona holttestének a maradványai vannak a birtokában, hanem más ütőkártyái is vannak egy fogolycsere tárgyaláshoz. Több száz történelmi műtárgy került vissza Irakba. A leletek közt ősi asszír szobor és 20. századi elnöki teás csészekészlet is található, amint egy 800 műtárgyat különböző múzeumokból, egyetemekről és aukciós házaktól gyűjtötték be, összesen három országból, az Egyesült Államokból, Olaszországból és Jordániából. Iraki illetékesek szerint a műkincseket az iszlám állam rabolta el és értékesítette külföldön. A dzsihadista csoportnak szakértők szerint komoly jövedelmi forrást jelent az, hogy a megszállt területekről elrabolt műkincseket nyugati országok számára értékesítik. Három év börtönbüntetésre ítélt egy nápolyi bíróság Silvio Berlusconit. Az egykori olasz kormányfőt azzal vádolták, hogy egy olasz szenátort lefizetve tudta megbuktatni Romano Prodi kormányát 2008-ban. Az ítélet nem jogerős.
A bíróság bizonyítottnak látta, hogy Berlusconi kevesebb, mint 3 év alatt 3 millió eurót fizetett egy szenátor zsebébe, aki ennek fejébe elhagyta a baloldali kormánykoalíciót és a konzervatívok közé ült. Az átpártolás után Prodi elveszítette a kormánytöbbségét, a kiírt választásokat pedig Berlusconi nyerte meg. Káoszt okozott a londoni közlekedésben, hogy tegnap este sztrájkba kezdtek a brit főváros metróhálózatának dolgozói. Helyi idő szerint 7:30-kor szüntették be a munkát, ezért délután tömegek próbáltak hazajutni a munkahelyükről. Az emberek ma is tömött pótlóbuszokon vagy taxikkal utaztak. Többen gyalogoltak vagy kerékpárra ültek. A sztrájkhoz 4 szakszervezet tagjai csatlakoztak. Azt követelik, hogy a szeptembertől tervezett éjszakai metrójáratok miatt kapjanak plusz pénzt és juttatásokat. A hónapok óta tartó tárgyalásokon nem sikerült megállapodniuk a munkáltatóval, ezért szüntették be a munkát. A föld alatti közlekedés holnap reggelig nem fog helyreállni. A helyzetet súlyosbítja, hogy tegnap este az egyik vasúttársaság dolgozói is 2 napos sztrájkba kezdtek. Oroszországtól vár fegyveres védelmet és gazdasági támogatást Dél-Oszétia. A terület Abháziával együtt orosz katonai segítséggel vált függetlenné Grúziától 2008-ban. Abházia tavaly, Dél-Oszétia pedig idén kötött integrációs szerződést Oroszországgal. Alig néhány ország ismeri el Abházia és Dél-Oszétia függetlenségét, amit 2008-ban egyoldalúan kiáltottak ki Grúziától. A kaukázusi ország megpróbálta visszaszerezni befolyását a szakadár területek fölött, de az orosz hadsereg ezt néhány nap alatt megakadályozta. Egyes helyeken még látszanak a konfliktus nyomai, a főváros azonban épül. A helyi lakosok azt mondják, az élet kezd visszatérni a normális kerékvágásba. Sokan azóta érzik magukat biztonságban, amióta márciusban Dél-Oszétia vezetése egyezményt írt alá a Kremllel. Teljes biztonságban élünk. Oroszország aláírta az integrációs szerződést. Van itt egy orosz katonai bázis, és a határainkat is az orosz szövetségi biztonsági szolgálat védi. Nem hiszem, hogy bármi váratlan történhetne, mondta egy dél-oszétiai lakos. A szakadár térség elnöke, aki egykor a KGB helyi vezetője volt, úgy véli, a megállapodás stabilitást fog hozni az elszegényedett régióba, amely teljes mértékben rászorul az orosz pénzügyi, politikai és katonai támogatásra. Szerződést kötöttünk stratégiai partnerünkkel, Oroszországgal. A megállapodás a köztünk lévő szövetségről és az integrációnkról szól. Központi eleme volt a védelmi vonalunk kialakítása, mondta Dél-Oszétia elnöke. A térség számos problémával küzd. Az utak rossz minőségűek és nagy a munkanélküliség. A szerződéstől többen is azt várják, hogy fellendíti a gazdaságot. Különböző vállalatok számára készítünk egyenruhákat. A termékeink igen jó minőségűek és nagy a kereslet irántuk. Reméljük, hogy továbbra is mi lehetünk országunk ipari óriásainak a beszállítói, mondta egy Varroda igazgatója. Az Egyesült Államok álláspontja az, hogy Abházia és Dél-Oszétia Grúziához tartozik. Az Európai Uniói pedig, hogy a szakadár államok orosz integrációja aláássa a térség stabilitását. Dél-Oszétia elnöke viszont azt mondja, a nyugati hatalmaknak a saját dolgukkal kellene foglalkozniuk. A melegek által használt szivárványos zászló ellentétpárját mutatta be az orosz kormánypárt. Az Egységes Oroszország Moszkvai Szervezet által használt lobogón 3 gyerek fog közre, egy férfi és egy női sziluettet. A kép alatt pedig egy cirilbetűs hashtag szerepel, valódi család. A párt egyik illetékese elmondta, az új szimbólummal nem viszályt szeretnének szítani, az pusztán a hagyományos orosz családmodell és értékek melletti kiállásukat jelképezi. És ez volt a Világkiadó csütörtök este. Köszönöm figyelmüket, jó éjszakát, viszontlátásra!